Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Jelentős szakmai programokkal kiemelt érdeklődés mellett zajlott le a harmadik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által rendezett Szántóföldi Napok és Agrárgépsó Mezőfalván. Több mint 150 kiállító volt, és én azt gondolom, hogy hiszen beszámoltunk róla, abszolút megerősítést jelentett a kamarának, illetve a mezőgazdaságban dolgozóknak, az érdeklődőknek egyaránt. Nem véletlenül, hogy az eseményt jövőre is Mezőfalván rendezik. Ennek tükrében pedig vendégem természetesen a Vendéglátó Mezőföld ZRT vezérigazgatójaként és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős alelnökeként Zászlós Tibor tisztelettel köszöntöm. Tiszteletem mindenkinek. No, szóval ez a két nap nagyszerű volt. Ez előtte az Agrárgépsó is, ez viszont a legnagyobb ilyen esemény hazánkban, és rendkívül fontos dolgok hangzottak el. Mindenek előtt nézzük meg Orbán Viktor miniszterelnök beszédéből azt a részt, ami kiemelten fontos, azt hiszem, az agrárgazdák számára. Hazai pálya az a mezőgazdaság. És egész addig, amíg Magyarország a mezőgazdaság nincs biztonságban, addig a magyar gazdaság sincs biztonságban. Ebből az következik, hogy egyenesen válaszolnunk kell azokra a kérdésekre, hogy először is lesz-e a jövőben földünk. Várhatók-e olyan uniós szabályozások, amelyek lehetővé akarják tenni, hogy külföldiek is termőföldet vásároljanak Magyarországon? A válasz az, hogy ez a veszély állandó. Folyamatosan vannak ilyen kísérletek. Ezért arra szeretném önöket kérni, hogy persze most itt nem a földről beszélünk, hanem már ezekről a modern gépekről, meg a fejlődésről, meg a beruházásról, de arra szeretném önöket kérni, hogy egyetlen pillanatra se lankadjon a figyelmük, folyamatosan kövessék az agrárgazdaság, bocsánat, az agrárkamarának az erre vonatkozó híradásait, akik ott vannak Brüsszelben, nálunk gyakrabban vannak ott, és erősen képviselik önöket, ők pontosan hozzák a híreket, hogy mikor milyen kísérletek lesznek arra nézvést, hogy valahogyan hozzájuthassanak külföldiek is a magyar termőföldhöz. A mi szövetségünk, a gazdák és a magyar kormány szövetségének egyik fundamentuma éppen az volt, hogy ezt megpróbáljuk megakadályozni. A magyar kormány tartja a szavát, én továbbra is olyan szabályozásokat tudok csak támogatni Magyarországon, amely nem teszi lehetővé, hogy a gazdák megélhetésének első számú előföltételét, a magyar tulajdonban lévő termőföldet, illetve annak jogi státuszát megváltoztassák. A második fontos kérdés, amire válaszolnunk kell, hogy bekapják-e a nagyok a kisebbeket, illetve a középbirtokosokat. Emlékezzünk arra, hogy ez 2010-ben, amikor az új agrárpolitikát a kamarával is közösen kialakítottuk, akkor az volt az elgondolásunk, hogy a földtulajdonnak legalább a 80%-a legyen a kisiknél és a közepeseknél, és az agrártámogatásoknak is kb. A 80%-a a kicsikhez és a közepesekhez jusson, annak érdekében, hogy a középbirtokosságra épülő magyar mezőgazdaság szárba tudjon szökni. Lassan lejár a 7 éves költségvetési időszak, amit az Európai Unió tervezéskor használ, indul az új 7 éves időszak. Kemény tárgyalások lesznek Brüsszelben, és utána kemény tárgyalások lesznek itthon is. Az erőforrások, a kicsik, a közepesek és a nagyok között hogyan oszoljanak majd meg. Én arra szeretném önöket kérni, hogy a következő 1-2 évben ezügyben is legyenek talpon, és folyamatosan képviseljék a kis és a középgazdák érdekeit. A nagyokra is szükség van, természetesen ők húzzák a magyar mezőgazdaságot, de nem szabad a forrásokat úgy szétosztani, hogy ne maradjon elegendő lehetőség a kicsiknek, de különösképpen a közepeseknek. Én szeretnék világosan beszélni ebben az ügyben, mi olyan agrártámogatási rendszert fogunk képviselni a jövőben is, különösen ha a kamara is támogat bennünket, a miniszter úrnak is erre van mandátuma, amely folytatni akarja azt a támogatás politikát, amely a súlypontot a kicsikre és a közepesekre helyezi majd. A harmadik nagy kérdés, amivel őszintén szembe kell néznünk, hogy az a fejlődése a magyar gazdaságnak, amelyet az elmúlt években tapasztalunk, és amiről kellő szerénységgel, de annyit biztosan mondhatunk, hogy az ország egyre jobban teljesít. Ez a fejlődés fönnmarad-e? Ami nyilván az önök szemével nézve azt a kérdést veti föl, hogy van-e értelme fejleszteni, beruházni, növekedni kell-e, vagy megállni, összehúzózkodni és megvédeni azt, ami van. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nyilván az önök stratégiai, gazdasági döntéseinek ez a legfontosabbika. Most én úgy látom, hogy az európai gazdaságnak az egén vannak viharfelhők. Önök is látják azokat az adatokat, amelyek arról szólnak,
hogy mindenfajta bizonytalan kereskedelmi háborúk formálódnak a világban, láthatják a számunkra fontos európai, nyugat-európai gazdag országok egyre lassuló növekedési tempóját, tehát önök is láthatják nem csak ezeket a felhőket az égen, amik ténylegesen itt vannak a szemünk előtt, hanem a képzeletbelieket is. Ennek ellenére szeretném világossá tenni önök előtt, hogy én elég erősnek látom a magyar gazdaságot ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a fejlődésnek azt a lehetőségét, amit az elmúlt években megteremtettünk a magunk számára. Tehát az én véleményem az, hogy az agráriumban ma nem a már elért szint megvédése a cél, hanem a fejlesztés, a fejlődés, a beruházás és a növekedés. Nos, én azt gondolom, hogy ez abszolút pozitív megerősítést jelent minden gazdának, a gazdatársadalom számára, ezek a kormányfő által elmondott gondolatok. Annál is inkább, mert ugye tudjuk, hogy ugye ott volt Jakab István, a Magosz, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének elnöke, az országgyűlés alelnöke, Nagy István az agrárminiszter, Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Tehát jószerivel mindenki, ott a háttérben feltűntek a Fejér megyei gazdák, magoszosok. Nos, érdekes volt, amit mondott miniszterelnök úr. Azt nem mondom, hogy vesézzük ki, mert annyi időnk nyilván nincsen, de az alapvetéseket azért. Nyilván a kaphoz kapcsolódik a legfontosabb kérdéskör, hiszen 2020-ban a közös agrárpolitika változik, új alapokra kívánja az Unió helyezni, és ebben az értelemben egyetértés van, azt hiszem, az agrárgazdaság valamennyi szereplője között, hogy ki kell állni az érdekeink mellett. Ez így igaz. Rendkívül precíz és pontos volt miniszterelnök úrnak a beszéde, és lehet, hogy ezért tűnt meglepőnek sokok számára, hiszen ki is fejtette, hogy őszintén, nyíltan beszél a gazdákhoz, és ezt is tette. Ez viszont számunkra, akik az agrárgazdasági kamarával tevékenykednek, nem volt meglepő, hiszen az együttműködés során az agrárgazdasági kamara azért ezt az álláspontot képviselte az elmúlt években is, tehát nyilvánvaló azt a gazda közép réteget erősítette, akikről itt szó volt, és a föld vonatkozásában pedig egyértelműen a magyar föld megvédése mindig is központi kérdés volt, hát a Magosz és az Agrárgazdasági Kamara vonatkozásában is. A KAP vonatkozásában egyértelmű, hogy az az aláírásgyűjtés, ami több mint 180 ezerrel volt abban az időben, amikor a mezőfalvai napok, illetve a gépsó lezajlódott, az meg fényesen bizonyítja azt, hogy a beadott a támogatási kérelmeken túl írták alá a gazdák azt a petíciót, amiben hát mindenképpen el kell kerülni, hogy lényegesen csökkenjen a gazdáknak a támogatottsága az elkövetkező kapreform vagy újabb ciklus vonatkozásába. Hiszen ha csökken a támogatás, akkor valamilyen módon a gazda nem fogja tudni abból a költségekből előállítani az élelmiszert. Ha élelmiszer drágulás következik be, akkor értelemszerűen az a társadalomnak széles rétegének a nem tetszését váltja ki. Tehát hagyd ne soroljam azokat a tovább gyűrűző hatásokat, ami Európa szerte azért foglalkoztatja az adott országnak a lakóit, és hát természetesen a gazdákat. Tehát az, hogy ne csökkenjen a kapreform sojánán ugye a támogatás mértéke, főleg olyan célok miatt, ami migránsoknak letelepítését szolgálja, tehát egész pontosan meghatározva a mezőgazdaságtól elvont összegeknek az irányát, ez így nem járható. Nagyon fontos ezen kívül a tárgyalásokon, amiben, ahogy miniszterelnök úr is mondta, a kamara ott van, a kamara a Kopokadzsékán keresztül képviselő küldésével, minden tárgyaláson való részvétellel biztosítja az információ megszerzését és az információ formálását Brüsszelbe, a környezetvédelmi szempontok. Hiszen nagyon hajlamosak bizonyos európai uniós országok azt mondani, klímavédelem,
a klímavédelem, akkor fűnyíró elv szerint mindenki 30%-kal csökkentse a káros kibocsátású klímaváltozásra, káros, pontosabban az előidéző gázoknak a százalékát. Igen ám, de ezt lehet, hogy nagyon tudatosan teszik, hiszen amíg Magyarország egy tonna tej előállítására a legkevesebb klímára veszélyes gázt bocsájt ki, ebbe jó értelemben dobogós helyen van, hol első, hol második, legfeljebb a harmadik. Amikor más országok e tekintetben a kibocsátásuk többszörösét, a mi kibocsátásunk többszörösét adják egy tonna tejre, hát akkor elnézést kérek, de ez a fűnyíró elv, hogy 30%-kal csökkentse mindenki a káros gázkibocsátást, hát ez egyszerűen elfogadhatatlan. Hát aki háromszorosan annyit bocsájt ki, de csak a kétszeres is, a 30% neki még mindig többszöröse a miénknek. Tehát nekünk meg, ha a további ilyen intézkedéseknek kell eleget tenni a fűnyírő alapján, akkor az termeléskorlátozást jelent. Az nem azonos versenyfeltételeket teremt. Hát most nem beszélve az áruk szabad áramlása tekintetében, akkor csak olyan óvatosan kérdezem meg, hogy az újonnan majd esetlegesen csatlakozó országok, de hát a határaink mentén itt levő Ukrajna, amelyeknek az árui most már mind tömegesebben kerülnek be az EU piacaira különféle vámkedvezmények kapcsán, hát ott mi van betartva? Világos, a brüsszeli bürokrata elv az nyilván nem erre figyel értelemszerűen, hanem felülről próbál olyan limiteket meghatározni, ami egyébként, tehát semmi értelme, ezt nyilván majd el lehet magyarázni. Ugyanakkor volt a miniszterelnök úrnak egy nagyon fontos gondolata, amiről már számtalanszor beszéltünk mi is, a kis- és középvállalkozások megerősítése úgy, hogy a nagy gazdaságok ne veszítsenek teret, helyet, időt és pénzt leginkább. Ez miként valósítható meg anélkül, mert tudjuk, hogy ez már folyamatosan kérdés, hogy ne szenvedjen kárt senki. Hát semmiképpen nem úgy valósítható meg, hogy a jelenlegi büdzsének egy részét elveszítjük. Hát ha ez bekövetkezne, akkor nyilvánvaló ennek az elvnek a gyakorlati megvalósulása mindegyik fél számára hát károkat okozna. Nagyon pontosan fogalmazott miniszterelnök úr, a nagyoknak kell vinni a fejlődést, a nagyoknak kell vinni ugye azokat az innovációs kérdéseket, ami a hajtómotort jelenthetik a előrehaladás tekintetében, a példát mutathatják ugye a kis-közepes gazdaságok számára, és a kiállítás egy része is pont ezt célozta meg, hogy olyan új innovatív módszereket, technikákat mutassunk be, de a gazdák saját szemükkel láthatnak, tapasztalhatnak, ráülhetnek, kipróbálhatnak, hogy otthon, elmélyülve az íróasztal mellett, a legjobb gépkonstrukciókat és kapcsolatokat árértékarányban, minőségben tudják megvásárolni. Ez is feladata egy-egy nagyobb cégnek, hogy ezt biztosítani tudja. És hát természetesen a versenyképesség, a középgazdaságok jövőbeli létformája kell, hogy legyen. Tehát ezt célozza a nemzedékváltás, ezt célozzák a fiatal gazdáknak a mind szélesebb körű bevonása, ezt célozzák az a tudás, átadás, edukáció, ami a meglévő, még nem területet vagy gazdaságot átadó gazdák számára rendkívül fontos, hogy pallírozhassák azt az ismeretanyagot, amit az elmúlt években megszereztek, gyakorolnak eredményesen. De hát amit szoktam mondani, hogy a magyar gazda innovatív. Magyar gazdánál innovatívabb nem is kell, hogy legyen senki, hiszen az elmúlt években a repce, a sokat emlegetett repce, amik azt mondták, hogy egyszerűen nem fogja senki megtanulni, hogy hogyan kell azt termeszteni. Hát ma már ez nem kérdés. Ma már idős koromra tekintettel a fiatalok azt hiszik, hogy mit beszél az az ember. Hát a repce az teljesen normálisan vetésforgó része.
De nem volt ez mindig így. És itt van a szója, amelyik mind jobban kezd beépülni. És ha megnézzük a szójának a vetés területét, a szója vetés területe pont kis közepes gazdaságokba hódít, mindinkább tért, és azok a gazdák, azok, akik a vetésforgóba a szóját be tudják tenni, és be is teszik, és olyan ismeretekre tesznek gyakorlatba szert, ami utána majd ott is egy nagy arányú mennyiségi fejlődést is, területnövekedést is biztosítani tud. És hát ne felejtjük el, hogy Nyugat-Európában a GMO-mentes szójánk az egy nagyon kelendő cikk. Így van. No, hát ez az agrárgépsó, illetve a Szántóföldi Napok azt a célt is szolgáltatta, hogy megerősítessék, hogy az eszköz, a termék és a szolgáltatás az így együtt egy csomagba tartozhat, hiszen a kiállítók hoztak mindegyikből. Ezen felül, tehát látszik-e, hogy a kis és közepes gazdák tanulnak az ilyen hasonló rendezvényeken? Kérdezem ezt azért, mert nyilván a nagyok megengedhetik maguknak, hogy odafigyeljenek erre, tehát ugye az innovációról beszélünk, a kicsiknek viszont bőven van tanulnivalójuk, hogy az imént ön által is említett jövőképet az kellőképpen megerősítsék. Két ékes példát tudok mondani, amit meg is kell köszönnöm a gazdáknak, és abszolút válasz erre a kérdésre. Azok a gépkapcsolatok, amelyek bemutatták, hogy mit tudnak, ugyanolyan gépkapcsolatokról van szó, csak más-más cég által gyártott gépkapcsolat természetesen, azokat a rajtól a célig két oldalt körbeállták a gazdák, és mentek a következőre és az azt követőre. Mi ez, ha nem érdeklődés? Mi ez, ha nem innovatív gondolkodás? Mi az, ha nem tudásvágy és információszerzésnek a legelemibb, nem is kényszere, hanem szükségességének az érzete? Tehát nagy létszámú gazda tekintette meg ezt a részét. Másik. Csináltunk egy vertikális talajszelvényt, amelyik közel 20 méter hosszú volt, és szépen látható volt benne a behúzott gépek során, hogy melyik talajművelő eszköz milyen mélyen műveli meg az adott részt, mit mutat, a talajélet hol látható, van-e eketalbetegség, hát nálunk szerencsére nyilván ilyet nem tudtunk mutatni, mert nincsen, de meg volt a szintje. Abba a talajszelvénybe két nap alatt nagyon sok ezren megfordultak. Ott a kamarai előadónak elment két nap alatt a hangja, amit beszélt. Akik ott előadtak, mert nyilván, hogy a földdel kapcsolatban van nekik tudás átadási lehetőségük, cégük, és ezzel kapcsolatos talajéletet növelő anyaguk, szó szerint cserepesre beszélték a szájukat, és látszott az a érdeklődés, amivel egy-egy ilyen tudás átadásra nyitottak a gazdák. Hát ennél szebb bizonyítéka annak, hogy igenis kell csinálni olyan rendezvényeket, ahol mindezeket az információkat meg tudják szerezni, nem csak az idősebbek, a fiatalok is, a gyakorló gazdákról beszélek, mert a gyakorló gazdának kell mindig is az az új információ, amivel versenyképes tud maradni. És ebbe a kamarának nagyon-nagyon fontos szerepe és kötelessége van. A hozadéka, mármint ennek a találkozónak mindenképpen az is volt, hiszen fő szempontrendszer szerint az agrárerdészet szerepe a termőföldek racionális hasznosításában, illetve az erdészökről, az erdőkről. Ez természetesen olyan mélységben mi nem tudjuk megbeszélni. Én egyetlen egy dolgot emelnék ki, hogy a kormány és az agrártárca, olvasom itt, kiemelt feladatnak tartja az ösztatlan közös tulajdon rendezését, így a termőföldek birtokviszonyainak érdemi javítását. Tehát ezért ez egy nagyon-nagyon fontos mondat, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az osztatlan közös tulajdon megszüntetése
felé indult el az agrárium, ugyanakkor ez az erdőknél kevéssé megvalósítható a jövőben, nyilván, hogy erre is sor kerül, csak nem mostanában. Tehát ebben mire jutottak a termőföldek birtokviszonyában? Az osztatlan közös megszüntetése nyilvánvalóan a minisztériumnak is, a agrárgazdasági kamarának is, és minden gazdának az alapvető érdeke. De ami a leglényegesebb, nem kell újra termelni. Tehát olyan jogi környezetet kell teremteni, és ebben jelenleg is előre haladott tárgyalások folynak, ahol meg kell oldanunk azt az öröklési viszonyrendszert, amibe aprózódik a már egyébként is apró osztatlan közös tulajdonoknak a tulajdoni aránya. Tehát nem helyes gondolkodás az, hogyha van valahol 3-4-5 gyermek, abból nyilvánvaló egy vagy kettő lesz, aki a gazdaságot, családi gazdaságot tovább viszi, hogy akkor az négy felé menjen. Legyen mód, hitelkonstrukció, lehetőség, hogy akik tovább viszi a családi gazdaságot, természetesen fizethesse ki a testvéreit, a többi örököst. De ő neki ne legyen utána gondja az átírással, az oda-vissza irogatással, a gazdaság esetleges nem jó értelmű szétszedésével, tönkremeneteléhez, hanem ezt meg kell őrizni. Ha pontosan tudjuk azt, és itt csak történelmi múltba visszatekintve, hogy a 20. század közepén, ugye a Szovjetunióban azt mondták, hogy hát nincs tulajdon, nem is kell a tulajdon. Épp ezt úgy akarták megvalósítani, hogy még az unoka is örökölt. Tehát még szélesebbre nyitották ugye azt az örökösödési hálót, amivel elaprózódtak a tulajdoni viszonyok, negligálódtak nyilvánvaló nem csak a birtokok, hanem a családi vagyonok is. Hát nyilván egy magántulajdonos társadalomba, és jelenleg abban a társadalmi formációban, amiben élünk, ez nem lehet cél. Tehát ezért pont szűkíteni kell azokat a lehetőségeket, amivel meglévő, innovatív, versenyképes középgazdaságot olyan darabokra osztunk, ami utána nem lesz az. No, hát ennyit erről, viszont nagyon fontos, ugye beszéltünk róla a szárazságról, hogy az országos átlag alatt voltunk jócskán, nagyon száraz volt a tavasz, megviselte a vetéseket annyi szent, ugyanakkor megjött a májusi eső, ami aranyat ért, tudjuk ezt is, de azért most már kicsit sok belőle. Néha aggódtak a gazdák, hogy a búzatermés gyenge lesz, így viszont azért valamennyi vissza jött ebből, ugyanakkor most olvasom, hogy most azért aggódik a gazda, és ez nyilvánvaló, hogy az esők miatt a kórokozók elleni küzdelem meg kell, hogy induljon, mert hogy baj lesz. Mindkettő igaz, és nem háborúzni akarok, de 128,4 milli csapadék esett Mezőfalván szeptembertől március végéig, tehát igen, fél akkor év alatt. Róla. Igen. Jelenleg két hónap alatt 180 körül vagyunk, tehát messze meghaladtuk két hónap alatt az előző fél év csapadék mennyiségét. Szerencsére ugye a mezőségi talajok azért jó szerkezetűek, tehát befogadták a vizet, és ez nem hirtelen, kivétel egy kivételtől eltekintve, nem olyan záporok voltak, amik elfolytak, hanem inkább csendesebb eső formájába jött le, főleg április és május közepéig most kezdődnek a viharos részek. A búza tekintetében azt kell mondani, hogy mivel szeptemberben viszont volt körülbelül a 80 milli csapadék, abból kitelelt a búza. Ezért Fejér megye nem olyan rossz helyzetben van az őszi kalászosok tekintetében, mint az ország más része. Itt el kell mondani, hogy azért végletekig rossz búzatáblákat nem látunk. Szerencse, ez nyilvánvaló valamilyen módon kegyeltjei voltunk a Jóistennek vagy a sorsnak, hogy itt
a csapadékok, még a kevés is volt, az eloszlása nem volt kedvezőtlen a őszi kalászosok és a repce vonatkozásában. Viszont természetesen minden csapadékos időjárást, hogy a kérdést ne kerüljen meg, hát a kórokozók számának a növekedését jelzik. Természetesen a bogárinvázió az kevésbé volt, mert ez a úgymond rossz, hűvös időjárás annak a gradációjának nem kedvezett, de hát a gombabetegségek meg imádják ezt a párás időszakot. Úgyhogy a gazdatársadalom és a növényvédősök ezt figyelik, és kellő védekezést fognak foganosítani nyilván azokon a területeken, ami biztosítja a már meglévő termésnek a biztonságos betakarítását is. Tehát olyan gombainvázió azért nincsen, ami megfékezhetetlen lenne, vagy egy országos kiterjedésű. A növényvédelem, mint eddig is, nagyon fontos része a növénytermesztésnek és a gazdálkodásnak. Különösen ilyen változó időjárási viszonyok között erre különösen oda kell figyelni, de az ebéli szakembereink kiválóak, nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, és hát nem nagyon látjuk azt azért évek óta, hogy elhanyagolt növényvédelmi táblák lennének, vagy területek az országban. Nincs kétségem felőle, hogy így van, és így lesz. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfóban beszélgettünk, vendégem Zászlós Tibor volt, a témánk pedig a harmadik szántóföldi napok Mezőfalván, illetve egy kicsit belástuk magunkat, hogy milyen idő várható, illetve milyen lesz a mezőgazdaság számára ez az esztendő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!